Meg volt a bemelegítő. Meg... Kis ilyen meg volt, igen. Pettinkkel szevasztok, mindig az elejére, szevasztok. Ez is álbeszélgetés, jó. Bele kell melegedni a folyamatba. Na sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a csatornámon, és a mai az egy nagyon különleges videó, ugyanis vendégül láthatom Kárpáti Dorkát, a természet járók mozgás specialistáját. Pontosan fogalmaztam? Tökéletesen. Vele fogunk ma beszélgetni, méghozzá, hát ha ugye, akik rendszeresen követték a videóimat, elsősorban a túrás videóimat, ők tudják bizony, hogy vannak a testemben bizonyos részek, amikkel néha nem vagyok teljes egészében megelégedve, bár ez így nem igaz, mert meg vagyok vele elégedve, de néha tényleg rakoncátlankodik a térdem. És egy évvel ezelőtt, amikor elindultam a kék túrán, akkor ugye azért indultam már el, mert ma annyira elegem volt, hogy nem bírok 5 kilométernél többet gyalogolni, és hogy mindenem fáj menet közben. És valami célt kerestem ebben az egészben, valami, amiben belevághatok, ami motivációt ad ahhoz, hogy ezt az egészet fel tudjam építeni, és akkor ugye ezt megtettem, ez az ominózus túra 9 kilométer, vagy ilyen, hát annyi lett volna, 11 pár kilométer lett a vége, és ebből mondjuk 9 kilométert egy lábon bicegve, egyszer az egyik lábomon bicegve, egyszer pedig a másik lábomon bicegve, 8,5 óra alatt tettem meg, és életem egyik legboldogabb napja volt. Azért, mert ezt sose felejtem el, nem tudom, ezt neked meséltem el. Ugye úgy volt, hogy a Katáig kiraktak a Hörmann forrásnál, onnan felmentem Irotkőre, ez 2,5 kilométer volt, fölfele nem volt gond, lefelé az első 100 méteren beállt a térdem, visszaéltem a Hörmann forráshoz, és onnan lett volna még 7 kilométer a következő pecsételőpont, így van, és emlékszem, hogy ott ültem a padon, és azon vaciláltam, hogy most felhívom a Katáikat, eljönnek értem, és akkor hazamegyek letört szarval fájó térdel, vagy pedig bevállalom azt a következő 7 kilométert, tök mindegy, mennyire fáj, vagy mi fog történni, de bevállalom, és végig szenvedem. És hát az utóbbit választottam, a nehezebb utat választottam, és életem egyik legjobb döntése volt, ugyanis azóta az élet olyan dolgokat sodort elém, amik gyökeresen megváltoztattak mindent körülöttem, szóval a mai videó témája ez lesz. És amikor az utolsó kéktúrás videót megcsináltam, akkor rengeteg kérdés érkezett, hogy mik voltak azok a gyakorlatok, amiknek köszönhetően kevésbé fájt, vagy akár teljesen el is múlt menet közben a fájdalom. És még a Molnár Barni írt rám Instagramon, azt hiszem, és ő leírt egy nevet, hogy Kárpáti Dorka, őt keresd meg a témában. És aztán ez így is lett. Már nem emlékszem, hogy hogyan, de valahogy összebeszéltünk, összetalálkoztunk, és Dorkával elindítottunk egy közös együttműködést, ami elsősorban azt célozza meg, hogy ezek az egészségügyi dolgaim helyre álljanak, illetve az a helyzet, hogy ez annyival több, tehát, hogy amit az elén gondoltam ebből az egészből, hogy hát, ja, majd biztos lesznek gyakorlatok, meg ez, meg az, meg amaz, és a Dorkával az első 4 hét után olyan drasztikus, az együttműködésünknek köszönhetően olyan drasztikus különbségek jöttek, amik csináltam 10 és 15 kilométer közötti hegyi, meredek, lejtős, emelkedős túrákat úgy, hogy egyáltalán nem fájt a térdem. És ilyen az elmúlt 15 évben nem volt. Ez a durva az egészben. Na szóval ez a kiinduló pont, illetve még annyit árulj el, mielőtt bármibe belemegyünk, hogy neked hogy jött ez az egész, amivel foglalkozom. Szóval én már egy ideje akkor mozgásterapeuta voltam, amikor mi is ugyancsak belekezdtünk a kék túrába, és... Ez a kék túra, ez egy ilyen... Ez a kék túra, odakinéni nem csak sítakon, hanem fél lábon, négy kézláb is meg lehet tenni, mert nagyon sok fájdalmat tud okozni. És hát nekem is így volt igazából, kijött a csípő fájdalmam, és elkezdtem ezeket kikezelni. És akkor én már kerestem azt, hogy hova specializálódjak, mi az, ami nekem olyan szívügyem lehetne, és nagyon nagy igény van rá igazából. És akkor így adta az élet, hogy hát kék túrán egyébként, meg a túrázásban nagyon sok ilyen van. Aha. És ez azzal is összecsengett, hogy a munkámban előtte is azt kerestem, hogy a test természetes működését kihasználva történjen a gyógyulás. Így jött igazából az, hogy rengeteg túrázónak van egy csomó fájdalma, problémája, amire igazából nagyon hatékony és eredményes megoldások vannak, ahogy te is mondtad, és... Ez bizony, igen. És hogy ezt szerettem volna így másoknak is elmondani, meg átadni, hogy
hogy jobban tudjanak túrázni, meg jobban élvezzék a természetben töltött időt, meg nem utolsó sorban sokkal tudatosabbak legyenek magukkal kapcsolatban. Hát igen, a mai világ az azért, az a rengeteg információ, meg minden, amit kapunk, az brutálisan el tudja vinni az embert. Tehát, hogy onnan indultunk, hogy mozgás, terápia, és most már olyan dolgoknál tartunk, ami az élet egészét összességében néz, és ez az egyik legnagyobb kulcs szerintem a mai modern ember életében, hogy valahol vissza kell térni az alapokhoz. Igen. Mindenféle tekintetben a mozgás, az étkezés, a minden összefügg mindennel a digitális világ, igaz? Igen. Amilyen igen. terhet ránk tesz. És egyébként mi az oka szerinted a túrázóknál ezeknek a problémáknak? Tehát, hogy mi a... Tehát, hogy itt is így összességében kell nézni, meg gondolkozni, hogy egy ember dolgozik egy munkahelyen, egész nap nem mozog, nem csinál semmit, ül egy számítógép előtt össze-vissza zabál, hétvégén kimegy túrázni, mert marhára amúgy vágyik rá, hogy egy normális közegben legyen, normális életet éljen, és akkor ott megborul az egész, mert minden, ami addig, semmi nem oda vezetett, hogy ott jól érezze magát. Igen, egyébként, és ez menet közben, tehát nem pontosan kronológia szerint halad, de azért menet közben jöttek nekem is ezek a gondolatok, és állt össze, hogy azért az ember evolúciója során a járásra fejlődött ki. Erre, amikor elmegyünk túrázni, hát nem vagyunk képesek rá. Igen. És akkor ez volt az, ami elvezetett oda, hogy jó, akkor mi kell ehhez, és nyilván a saját bőrömön is megtapasztalva ezeket így feljöttek ezek a nagyon egyszerű testműködéséhez kapcsolódó dolgok, és igazából ennyi, hogy ez átváltoztatja, nagyon sokan mondják azt, amit te, hogy ez nem csak egy, nem tudom, egy tért program, hogy erősebb legyen a térdet, hanem itt sokkal komplexebben történnek a dolgok, és... Hát igen, mert én a tért problémámmal 22 éves korom óta küzdök, most vagyok 40, és szerintem az összes lehetséges variációt kipróbáltam, ilyen injekció, olyan injekció, ilyen tabletta, olyan tabletta, ilyen fájdalomcsillapító, ilyen nyújtás, ez a dolog, és valahol mindegyik segített ideiglenesen, de összességében mindig visszatért ez a dolog. És ez tetszett nálad, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy te komplexen nézed az egészet. És hogy olyan durván eltávolodtunk ettől, a természetességtől, a betonba zárt életünk a hétköznapokban, semmi sem természetes. És ez nagyon király. Szóval ez tetszik a legjobban egyébként ebben az egészben, hogy amit mondtál, nem csak az, hogy na itt a térd, akkor azt csináljuk, és akkor az majd megjavul, mert az valamiért kialakult, az a probléma. Beszéljünk egy picit a fájdalomról. Ez egy ilyen veszőparipám ez a dolog, mert annyira király, amit fogsz mondani. Igen, mert hát volt egy beszélgetés, ahol végigvettük, hogy milyen alapokat tudnánk nektek igazából elmondani. És szerintem a legalapabb, amivel a legtöbben jönnek hozzám, és kimondatlanul, de ott van, az, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a fájdalomhoz, vagy mit közvetít a környezetünk a fájdalomról. Mert legtöbbször az van, hogy vegyél be egy fájdalomcsillapítót, vagy kend be valamivel, vagy ahogy mondtad, egy injekció, vagy rakjál rá valamit, de hogy ezek nagyon sokszor leginkább csak tüneti kezelések. És igen, pont most nézek Brené Brown, egy ilyen érzelemkutató, és ő az érzelmekről tart egy ilyen sorozatot az egyik ilyen csatornáján, és ő idézte ott azt, hogy a szavaim, amikkel le tudom írni a világomat, azok egyben be is határolják a világomat. És ő az érzelemről beszélt, hogy milyen sokféle érzelem van, és ahogy megnevezed egyre jobban, és jobban érted igazából magadat, meg az érzelmedet. És a fájdalommal is igazából ez van, hogy minél jobban beengeded, megérted a szerepét, hogy ez nem egy büntetés, hanem ez egy jelzési rendszer, hogy valami van, amivel kezdeni kéne valamit. Annál inkább tudatosabbá válsz, annál inkább képessé válsz megérteni saját magadat, és egy párbeszéd alakul ki a testeddel. És ez azért sokkal mélyebbre visz, mint egy fájdalomcsillapító, amit beveszel. És nem azt mondom, hogy ne vegyenek be az emberek fájdalomcsillapítót, mert nagyon sokszor egyébként szerintem nem akarnak. Nincs más, ja, az ujjad, hogy igen, hogy valaki hirtelen elvágja az ujjad faragás közben, és össze kell varni, akkor egy fájdalomcsillapító az nagyon hatásos lehet. Nincs alternatívájuk szerintem. Aha.
És nem tudom pontosan már, hogy mit akartam ezzel mondani. Igen, szóval, hogy mondjuk amikor valaki jelentkezik hozzám, akkor ott az az első kérdés, hogy nem az, hogy mi fáj, hanem pontosan írja le, hogy egy nullától tízes skálán mennyire fáj, nulla sem mennyire, tízes elviselhetetlen. Már egy perspektíva a fájdalomra. Milyen a fájdalom? Tompa, szúró, hasogató, és egyre közelebb engedi, mikor jelentkezik, és ez az első lépés igazából, hogy elismerem, hogy fáj, mert nagyon sokan, lehet, hogy te is ismersz, aki tagadja, hogyha fáj. Szóval, hogy be se igen, engedi a fájdalmat, és ez egyfajta egy... Szóval ez egy hosszabb út. És akkor azt szokták mesélni, hogy teljesen megváltozott a fájdalomról a gondolkodásuk. Hogy van olyan fájdalom, ami jelez, van olyan, ami tényleg egyértelműen érzi, hogy rossz, azonnal hagyja abba, és van mondjuk egy olyan, ami úgynevezett jó fájdalom, hogy tudja, hogy utána mondjuk jobb lesz. Mondjuk egy fájdalmas kezelés után tudja, hogy meg fog szűnni, és már várja azt, hogy ez megszűnjön ezáltal. Hát ezzel kapcsolatban egyébként eszembe jutottál egy korábbi énemet, amikor ez az első ominózus tért fájdalmam az úgy történt, hogy ugye 10 éven keresztül bringáztam, montiztunk, versenyeztünk minden, és egy edzésre mentünk, és egyszer csak elkezdett szúrni a jobb térdem. És nem múlt el. Mit csináltam? Jött az emelkedő, még kétszer úgy megküldtem, még hármat leváltottam, hogy az anyád itt, aztán nem fogsz nekem fájni, és ez volt az első reakcióm, és éveken keresztül ez volt a reakcióm. Akármikor előjött a fájdalom, azonnal, ami egy csövön kifér, küldtem neki, hogy menj el, hagyjál békén. Tehát ez valamilyen sikított a lelkem, vagy valami ilyesmi dolog lehetett, és ha akkor ott ennek a tudásnak a birtokában lettem volna, akkor ott azonnal, lehet, hogy két nap alatt megoldódott volna az a probléma, ami 18 éve kísér az életemben, és folyamatosan csak taszítottam el magamtól ezt a dolgot. És tényleg, amióta a Dorkával együttműködünk, rengeteg olyan dolog jött az életembe, és felnyílt a szemem olyan dolgokba, ami szó szerint egyik napról a másikra elmúlik a fájdalmam. Tehát amikor képes vagyok ezeket a dolgokat megfogni, tisztába kerülni magammal, meg persze ugye kell a mozgás és a gyakorlatok hozzá, mert ez a kettő együtt működik, akkor nagyon drasztikus a különbség, és az utolsó kék túrán az Alaszántó kezd helyen, hát ott ugye felmentem a rezivára, semmi gond nem volt, azt elindultam lefelé, és úgy beállt a lábam, hogy mozdulni se bírtam, de tényleg. És aztán megint úgy döntöttem, hogy hát akkor bicegve, de azt a maradék 20 kilométert, akkor ezt így meg fogom csinálni, és meg is csináltam, és egyébként rohadt jó volt még így is. De ha össze akarom hasonlítani az első kék túrámmal, hogy mekkora a változás a kettő között, hát ott ugye 9 kilométer 8,5 óra alatt végig fájdalommal, itt pedig ezt a 20 kilométert hegyen völgyön úgy tettem meg, hogy alkalmaztam a gyakorlatokat, amiket tanítottál, és akkor egy 3 kilométert tudtam tovább menni úgy, hogy vagy elviselhető, vagy egyáltalán nem is volt fájdalom. És amikor újra jött, akkor megint megcsináltam a gyakorlatot, és ez ilyen nagyon durva különbség volt. Úgyhogy ez. Azt hiszem, ezen nem mindegy, hogy kontroll alatt tudod tartani. Igen, azáltal, igen. Hogy erre odafigyelsz, igen. Tudsz jó néhány eszközt, akár eszközösen, akár konkrétan csak a kezeddel végezve, vagy igen, csak egy igen, technika, igen. Amit beépítesz, és akkor már nem kiszolgáltatva vagy, hanem, igen. Hanem akkor valamit legalább tudsz vele kezdeni, ami nem egy ilyen külső dolog. És az a durva, hogy azt is, most már azt is tudom, hogy akkor miért fájdult meg. Tehát, hogy mi volt az a vagy hát honnan jött belőlem az az egész dolog, hogy ez kialakult, mert tényleg ez talán még fontosabb része az egész gyógyulási folyamatnak, hogy megértsünk mindent, hogy mi miért történik, miért jelez a szervezetünk, mi van az életünkben, mert amit egyébként beszélsz erről egy picit, hogy mondtál nekem múltkor egy példát, hogy valakinek fájt valamije, és kiderült, hogy nem is az okozta a testben tehát, hogy lehet, hogy fáj a térdem, ezt akarom kezelni, de lehet, hogy nem is ott van a probléma, és ha ahol van a probléma, azt kezelem, akkor megszűnik a térdfájdalom. Igen. Azt szokták erre mondani, hogy a fájdalom csak azt jelzi, hogy gond van a testben, azt nem jelzi, hogy hol van a gond, vagy honnan ered. És ezért van az, hát szerintem több, mint az esetek felében, akik hozzám jönnek mondjuk egy-egy problémával,
hogy nem is az adott területet kell kezelni, vagy az adott területet, meg még mást is. És hogy az kézzelfoghatóbb legyen, volt olyan vendég, aki válfájdalommal jött, és egy ideig húzta, halasztotta, de volt egy olyan pillanat, mikor vette fel a pulcsiját, tehát ilyen nagyon durva extrém sport, hogy pulcsi fel, meg levétel, és nem bírta. És nem tudta. És nem tudta, és már szétkezelték, szétmasszírozták a vállát, és megnéztük, vannak erre egyébként nagyon jó módszerek, amivel elég közel lehet kerülni ahhoz, hogy mi honnan is ered ez a dolog. És elkezdtük azt szerint kezelni, megnéztem, hogy honnan eredhet, és régen a comb hátsó részén volt neki egy részleges izomszakadása, ami összehegett. És ezt úgy kell elképzelni, mintha ott egy ilyen tépőzáras anyag, tehát tépőzárszerű lenne a szövet, és nem egy jól elcsúszó izom. Na és ez a tépőzár azért hatással van a test többi részére is, tehát az nem csak ott a lábra van hatással, hanem a test további területeire, például olyan távolabbi terület, mint a váll. És ez tovább terjedt ezen a láncolaton, és ott jelzett, pedig nem ott kellett kezelni, úgyhogy ott például a comb kezelésével tudtuk kiiktatni a vállfájdalmat. Durva. És ilyenből rengeteg. Számtalan, aha. Nagyon-nagyon sok. Nem tudom, egyébként szerinted a néző, aki most ezt nézi, és mondjuk fáj valamilyen, ez most mennyire sok, amit mondunk? És ezt azért kérdezem, mert nekem, ha mondjuk 10 évvel ezelőtt találkozunk, és beszélsz ezekről, akkor nem biztos, hogy elhiszem, mert nem, vagy nem az, hogy elhiszem, csak akkor, ha mondjuk mondod ezeket a dolgokat, sem biztos, hogy be tudom építeni az életembe, mert mondjuk nem voltam akkor azon a fejlettségi vagy szellemi szinten, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazom meg, hogy ilyen esetben lehet a másikon segíteni talán? Vagy hogy nem tudom, érted, amire gondolok? Mert most pont ez jutott eszembe, hogy amit az előbb mondtam, ezt a példát, hogy 18 évvel ezelőtt, akkor nekem az volt, hogy elmentem röntgenre, aztán elmentem MRI vizsgálatra, ha ja, ott van a izé, akkor meg kell műteni, meg lett műtve, azóta se, vagy attól se lett jobb, tehát hogy nem történt semmi. És hogy abszolút nem mentem utána, nem néztem utána a dolgoknak, nem is tudtam, hogy tudok ilyet, hogy, vagy van erre lehetőség így az életben. És hogy lehet segíteni, vagy hogy tudunk segíteni a lelkesedésemen kívül azoknak a nézőknek, akik mondjuk, vagy hogy milyen szkeptikusak mondjuk, ezt tök jól megfogalmaztad, igen. Nagyon sokan szkeptikusok, amikor hozzám jönnek, mert nagyon kevesen beszélnek szerintem ezekről az összefüggésekről a testen Abszolút. Belül. Ahogy mondod, nem mindegy, hogy te hol tartasz ezen az úton, mennyire szeretnéd felismerni, lehet, hogy valaki most ezt nézi, és egy tök nagy aha élmény számára, lehet, hogy pedig, ahogy mondod, szkeptikus. Nem tudom. Nem is biztos, hogy lehet. Az igazság, hogy én nem célom meggyőzni az embereket az akaratuk ellenére. Szívesen mondok nekik történeteket, szívesen mutatom meg, hogy tapasztalják meg, de alapvetően az az alaptézis, és az olyan legalább, mint a fájdalom értelmezése, hogy csak akkor tud segíteni valakin, hogyha ő is szeretne. És hogyha már valaki azt mondja, hogy hajlandó vagyok, nem tudom, beszéljünk róla, az már egy lépés. De hogy én nem fogok oda menni emberekhez utcán, hogy tudtad, hogy nem tudom, 10-ből 9-szer amúgy nem az okozza a problémát, hanem erről beszélek, akinél ez betalál, azt pedig meg fog találni, és ezt tapasztalom, és így elképesztő hálás vagyok. Olyan fantasztikus emberek találnak meg mostanában az utóbbi időben, egy évben, mint például Niki, nem akarok újra mutogatni, akik nagyon nyitottak, és igazából szerintem ez bátorság kell. Egyrészt a fájdalommal való szembenézés, egyrészt a... Ezt tanúsíthatom. A sérülékenység, mert rájössz, hogy sebezhető vagy, esendőek vagyunk. Rájössz arra, hogy sokkal összetettebb a dolog, mint azt állítják mások, tehát hogy nem csak egy perspektívája van a dolognak. És ez ijesztő tud lenni elsőre, meg kétségbeejtő, és el tudom képzelni, hogy ezt valakit mondjuk a reménytelenség felé sodor. Az szerencsére az a tapasztalatom, hogy akikkel én együtt dolgozom, nagyon-nagyon szép ívet járnak be fölfelé, és ahogy mondtad, ez nem csak a mozgásukról szól. Ez mindig kiterjed,
a többi részre is, az étkezésre, a kapcsolataikra, mert ez igazából egy önfejlesztés. Úgyhogy lehet, hogy van, aki most ott a túloldalt szkeptikus, lehet, hogy mondjuk egy-két hónap múlva nem lesz az, lehet, hogy 5 év múlva is az lesz, de igazából én azokra fókuszálok, akikben van nyitottság. És nekem ez az alapvetés, hogyha valaki nyitott, akkor onnan már igazából nagyon kevés dolog akadályozhat meg minket, mert lépésről lépésre, nálad is lépésről lépésre haladtunk, igen. Nem az volt, hogy odaadtam, nem tudom, 500 dolgot, eszközt odaadtam, de hogy amit otthon csinálni kell. Igen. Hogy azokat előbb építsd be, és már azt is mondhatod, hogy az is nagyon-nagyon nagy változás. Igen, az elképesztő volt, tényleg csak azokat a napi 5 perces gyakorlatokat elkezdtem csinálni, és így a lábaim azok így, azt a mindenit, nem is tudtam, hogy van ilyen. Tehát tényleg. Igen, és ez például különösen tetszett, hogy nem az volt, hogy na akkor gyerünk napi 500 googolás, különben nem tudsz fölmenni a bakonynak a tetejére, hanem tényleg alapvető, egyszerű, természetes dolgokról volt szó. És ez király volt. De ha már itt tartunk, akkor mutatunk néhány gyakorlatot, ami fontos lehet, vagy amit tudtok alkalmazni? Nézzük azt, amit te is alkalmaztál, vagy talán ami a legtöbb embert érint hagyományos cipőben. És azért mondom, hogy hagyományos cipőben, mert ez is egy út volt igazából, hogy milyen cipő az, ami jó túrázáskor, de azt hiszem, nem tudom, miért most kitérjünk, vagy egy másik videóban lesz erről hosszabban szó. Nyugodtan kitérhetünk szerintem. Jó, elmondom. Azt mondd el, amit te fontosnak gondolsz, aztán mindenki majd megemészti, hogy kezd vele, amit kezd. Jó, elmondom a mélypontomat, amikor rájöttem, hogy nem tudok tovább bakancsba túrázni egyébként. A bakancsom egyébként nem tört föl soha, egy óriási dekatlont, bele szabad mondani a dekatlont? Egy óriási bakancsom volt, amit egyébként én imádtam, mindig úgy mondtam, mintha egy fotelba ülnék, olyan érzés volt. Extrán támasztott, nagyon jó volt minden, nem tört föl. Viszont volt egy olyan szakasz, pont a kéket csináltuk egyébként, azt a zirci részt, és akkor beértünk, az volt az első kintalvásunk is, tehát plusz súly volt rajtunk. És egyszerűen annyira feltűnt, mint amikor kés szúrnak a térdedbe, azt éreztem. És akkor elvonszoltam magam Borzaváraig, de szakadt az eső, tehát ömlött, és mondtam, hogy itt én nem megyek tovább. Így leültem, hogy nem megyek tovább egyszerűen. És akkor jó, nézzük meg, mikor jön a következő zircre. Gyakorlatilag gyalog hamarabb átértünk zircre, mint hogy megvárjuk a következő buszt. Úgyhogy még átszenvedtük magunkat ilyen zuhogó esőben a zirci állomásra, bepecsételtünk. Így nézett ki a pecsét, tehát az egész szét volt ázva. De ugyanaz az érzés volt, hogy akkor ezt így most megcsináltam, de hogy az volt egy második olyan mélypont, amikor jó, akkor nézzük meg, hogy mi lehet e mögött, mert akkor már kezeltem magam, és jó volt a mozgásom, és nagyon-nagyon sok dolog már nagyon a helyén volt, de még mindig jelzett valamit a testem. És ez persze tök frusztráló volt, és akkor ez, meg sok minden más elindított azon, hogy akkor nézzük meg a lábbeli témakörét. És akkor találtam rá a mezitlábas lábbelikre, amik igazából hagyják, hogy minél szabadabban mozogjon a lábad. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs rajta cipő? Olyan is van, igen. Egyébként ezt most már megbeszéltük, hogy egyszer fogunk nyomni mezitláb egy kék túrát. Szoktam túrázni mezitláb egyébként. Jó, én még nem azért van, ja, hogy jó, együtt. Majd akkor. Szóval is ez a mezitlábas lábbeli, az imitálja, mint hogyha nem lenne rajta cipő. Nyilván nem ugyanaz azért, de az a lényeg, hogy a hagyományos cipők, még akkor is, hogyha a wide verziót választod mondjuk egy bakancsból, összenyomják a lábujjaidat. Mert lehet, hogy a rüsztnél széles a wide cipő, de keskenyedik előre, és egyébként erre nem találok megoldást, hogy miért nem lábfejformájú ez a rész, mert a sarokemelésre egy csomóan mondják, hogy miért ilyen meg olyan, de ez teljesen indokolatlan igazából, hogy szűkített a rész. Na és ez a szűkített rész későbbi kompenzációs láncokat indít fel a bokában, térdben, csípőben, derékban. Szóval ez a nagyon kicsi változás, ez ekkora hatással tud lenni. És pont mondta az egyik férfi, hogy ő nem vett mezitlábas lábbelit, de meglazította a cipőjénél a fűzőt, és elmúlt a csípőfájdalma, ami 30 km fölött jön, és ilyen pici változás. Szóval az egyik, amit meg fogunk mutatni, hogy milyen ilyen lábújtávolító módszerben, és ha jól tudom, te ezt alkalmaztad. Igen, ez az egyik legkirályabb. Úgyhogy, és ez egyébként nagyon egyszerű, annyi, hogy
összefűzöd a lábadat az ujjaiddal, a lábujjaidat a rendes ujjaiddal, és fölle forgatod a lábujjaidat minden irányba. Csavarod, ez amikor föl és le. Amikor voltunk ugye az első erdősúli találkozón, akkor csak 3 kilométert mentünk, vagy ugye egész napot ácsorogtunk, mert úgy kicsit éreztem a lábamon, hogy olyan, hát amikor csak úgy ácsorog az ember, az olyan fárasztóbb, mint, és emlékszem ott is, hogy ezt megcsináltuk, és úristen, mintha így lapátolták volna a vért az ereimben, nagyon durva különbség volt. Igen, itt a szöveteket széttávolítja egymástól, aha, és jobb lesz a keringés minden. Azon szempontból kívül, hogy az egyensúlya is jobb az embernek, a szétterül a lábujja. Szerintem tök jó alternatíva azoknak, akik nem szeretnének mondjuk mezitlábas cipőre váltani, de szeretnék frissíteni a lábukat. A lábukat menet közben. És ezt nyugodtan hétköznap is, mert tehát nem csak a túra cipő nyomja össze egyébként a lábát az embernek, hanem a sima zokni, és a sima cipő is. Úgyhogy alapvetően ez jó tesz a láb egészségének, ez a mennyi? Ez 20 másodperces gyakorlat igazából. Amikor a szabad ne feled, bocs, ezt neked meséltem, még a nézőknek nem, amikor elkezdtük a kék túrát, és ugye a kőszeg után jött a kőszeg tömött szakasz, ami ilyen, hát az ilyen 16-18 kilométer lett a vége kb. És 12-nél álltunk meg, akkor ezt még a Katával csináltam, akkor fú, nem tudom, nagyon el voltunk, fájt mindenem, nagyon meleg volt az egész, nagyon jó volt az út, meg minden, de ott volt egy ilyen pont a 12 kilométeren, amikor így nagyon elfáradtunk, és Kata leült egy ilyen fatünkre, én megmondom, engem nem érdekel, van itt ebben gyönyörű zöld pázsit volt, hol kullancs, hol nem kullancs, én ide most leheveredek. Ledobtam a cipőmet, ledobtam az oknimat, elhemperedtem, ott feküdtem egy picit, aztán a Kata kért kávét, fölálltam, elkezdtem megcsinálni a kávét, és ugye mezitláb mászkáltam ott a fűben, meg ott az úton át, mert ült a túloldalon, és egyszer csak azt kezdtem érezni, hogy mintha kicseréltek volna a lábam, mintha ilyen teljesen elmúlt volna mindenféle fáradtság, és simán a maradék 6-7 kilométert azt ilyen könnyedén megtettük, pedig ha nem álltam volna meg, ez ugye nem volt akkor tudatos, csak egyszerűen levettem, mert hogy ösztönös volt. És olyan durva volt a különbség, úgyhogy azóta ez mindig bejátszik ez a dolog. Hát ezzel kombinálva meg aztán pláne. Szerintem ez a kettő egyébként frissítési pontként így túrákon egy kis mezitlábas járás, átmozgatás csodákat tud tenni, hogy nálad is igazából ezt tudod segíteni, hogy végig tud menni azt a maradék. Télen meg csak a hideg patakba belépsz mezitláb, és úgy felfestül a vérkeringése. Ja, és fagyási sérülés. Igen, ez nyilván a többségnek ez tavasztól őszig, járható, de van, aki mezitlátúrázik télen is, és hozzá lehet szoktatni ez a lábat. Én egy télen is leszoktam venni egyébként a bakancsot, tehát hogyha le tudsz ülni egy padra vagy olyan helyre, akkor simán. Most 3 percig fázik a lábfejed, utána tök jó érzés visszavenni az oknit a bakancsot, még pluszba ad egy jó érzést is az embernek. Okay. Szóval ez egy egyik, a másik, ami szerintem nagyon sok embernek segíthet, bár szerintem már lejött az előbbiekből, de azért szeretném elmondani, hogy minden esetben érdemes egyedileg utána járni, hogy mi lehet a probléma forrása. Csak ezek a dolgok, amiket itt megosztunk, az szerintem annyira sok embernek tud segíteni, és már csak ez tök sokat tud javítani a túrázás minőségén, vagy a mozgás minőségén, hogy sok esetben a fájdalmakat is megszünteti. Úgyhogy csak ennyit. Szuper. Szóval a következő, ami nagyon sokszor előjön, ami nálad is előjött, hogy felfele nincs gond a térddel, de lefele. És erre az egyik legjobb gyógyír igazából. Sokféle van, de az a hátrafele járás, vagy hátrafele lépcsőzés. És ez azért van, mert hátrafele járáskor pontosan az a mozgás megy végbe, mint lefele menetkor. Csak akkor a saját testsúlyodat tolod ki hátrafelé, és bele tudod edzeni magadat pontosan abba, nagyon biztonságosan egyébként. Azon kívül, hogy jobb lesz a keringés, jobb lesz a mozgástartomány, tehát nagyon-nagyon sok szempontból segít ez. És ez az, amit szoktam itt tanácsolni, egy hátrafele lépcsőzés, járás, és most, hogy készülünk egyébként az El Camino-ra, van nekem is benne a programomban hátrafele járás, meg szögdelés. És határozottan érződik. Hát ezt én is, tehát amikor nekem az első program, amit elkezdtünk, abban ez volt, hogy talán azt hiszem 20 lépcsőt írtál először,
hogy akkor naponta 5-tel növel, de aztán ilyen drasztikusan növeltem, és hogy tényleg akkor valamiért akkor nem fáj, hogyha hátrafelé megyek. Igen. Fölfelé a lépcsőn, vagy kijöttem mind a töltés oldalba, és akkor itt is csináltam, és az ilyen valamilyen ilyen fura, de jó érzés volt. Tehát éreztem, hogy itt a tért körül így nem szétszakadt, de ilyen feszítő, erősítő érzés volt benne, de nem az a rossz fajta, ami meg az ellenkező irányba. Sokan mondják egyébként, hogy annyira fájt lefele a térdem, vagy fölfele, hogy háttal mentem. És egyébként sokan mondják, hogy ezt ösztönösen csinálják, ahogy te is ösztönösen levetel a cipőt, ösztönösen szoktak háttal menni, ez egy kikönnyített helyzete neki. Úgyhogy az is lehet, hogy ha valaki elkezdi a szakaszt, megy 100 lépést hátrafelé a melegítésképpen, hogyha esetleg olyan, hogy könnyebb a szakaszt hátrafelé megtenni. Úgyhogy én is szoktam olyat, hogy mikor először megcsináltuk a csóványos mezítlábas cipőben, akkor azért eléggé izgultam, hogy mi lesz. Nagyon nagy terhelést ró a mezítlábas cipő a lábra, és ott azt kifejezetten alkalmaztam, hogy egy ilyen extra bemelegítése legyen a lábnak. Az egy nagyon nagy élmény volt, mikor azt egyébként múltkor, amikor nem ennél a padnál, egy másiknál videóztam, és mentem vissza a kocsihoz, az kb. Másfél kilométer volt, és ugye mondtam neked, hogy levettem a cipőmet, és hogy gyalog, vagy mezítláb mentem ki. És hát itt azért van döngölt föld, van kavicsos rész, vannak fücsomos részek, tehát ilyen mindenféle volt, és ilyen, az kegyetlenül elfáradt a lábam mezítláb azon a másfél kilométeren, úgyhogy meg a cuccok rajt voltak a hátamon, úgy gyalogoltam ki, és így akkor menet közben nem is éreztem, de amikor ott beültem a kocsiba, akkor az állat. Tehát, hogy ennyire durva, hogy cipővel, meg cipő nélkül mennyire más, hogy mozog az embernek a lába, az izmé. Tehát, hogy cipőbe lehet, hogy az izmunk fele nem is használódik, nem is mozog menet közben, aminek kéne, ami mondjuk tartaná jobban a térdet. Tehát, hogy azért ez tényleg elég extrém kategória. De azon kívül egyébként, hogy nagyon sok inger él a talpon keresztül, szóval fárasztja is az idegrendszer. Igen. Extra. Mert amúgy onnan semmilyen inger nem jön cipőn keresztül, főleg ugye egy ilyen vastag talpú bakancs, ami ugye megvéd a bökök kövek ellen, meg stb. Ja, érdekes. A harmadik igazából pedig az az SMR golyó, amit javasolni szoktam. Uh-huh. Amit ez csinál, az, hogy fájdalmas izomcsomókat ki tudja oldani, uh-huh. és sokkal lazább lesz a teljes lábfejed, uh-huh. illetve följebb az Achilles-ed combodra uh-huh. is hat. Lehet ebből rücskösebb, meg simább felszínűt is találni, keményebbet, puhábbat is. Annyi, hogy a simább felületi az felszínesen lazít, a rücskösebb sokkal mélyebbre hat, uh-huh. jobban tonizál. Mikor használd? Túrák végén, vagy ha már végigjártad az adott napi adagot, akkor használd. És megmutatom, hogy lehet használni. Végtelenül egyszerű egyébként. Lerakod, többféle módon is lehet simán előre, hátra görgetve lazítani. Lehet, hogy fájdalmas lesz, úgyhogy halad csak fokozatosan. Ha ez megvan, nagyjából egy ilyen egy percig csináltad, akkor lehet, úgyhogy letámasztod a sarkadat, és legyezőszerűen balról jobbra átmasszírozod. Illetve olyan is van, hogyha érzel fájdalmas pontot, akár a belső talprészen, vagy a külsőn, akkor megállítod, és nyomás helyezel rá, és a lábujjaidat elkezded mozgatni addig, amíg ki nem lazul. És annyi, hogy egy fájó ponton maximum egy percig maradjál rajta. Hogyha nem sikerül kioldani, akkor pedig akkor is gyere le róla, kicsit mozgasd át, és térj vissza rá erre a fájó pontra. Uh-huh. Maximum csak háromszor térj vissza egy darab fájó pontra. Ha ott nem sikerült kioldani, akkor majd megnézed másnap vagy harmadnap, és szépen lassan egy javuló tendenciát fogsz tapasztalni. Utána pedig már nem fog fájni ez az SMR golyózás, mert van, aki már felsziszen attól, hogy csak kicsit rálép. Ja. Egy idő után ezt teljesen ki fogja lazítani ezt a részt, és sokkal jobb minőségű lesz a túrázás, meg hát jobb érzés lesz járni. Abszolút. Hát én már, nem tudom, előtted is egy 2-3 évben biztos, hogy találkoztam az SMR témával, és használtam is, meg használom is a mai napig. De hát ezt is ajánlottad nekem, hogy ez nyugodtan jöhet. Szerintem nagyjából kiveséztünk minden témát, igaz? Igen, azt gondolom. Jó van, szuper. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és meg tudtuk csinálni ezt a közös videót, mert ez egy nagyon fontos téma. Sőt, hát ez azt gondolom, hogy tényleg a mai világban ez egy egyre fontosabb téma, mert annyira távolodunk el a természetességtől, hogy
vissza kell, hogy találjunk a természetesség irányába, és a Dork abszolút profi szakértő témában. Az elérhetőségeit majd lent a leírásban meg fogjátok találni. Azt esetleg annyit elárulsz, hogy ez hogy működik nálad, hogyha csak röviden egy-két mondatban, hogy valaki megkeres téged, akkor mi a folyamat, vagy mit kell neki elképzelni? Van egy időpontfoglaló rendszer, ahol be tud foglalni egy időpontot online konzultációra, és ott... Először mindig online konzultáció van, először ugye? Mindig online konzultáció van. Ez csak egy beszélgetés, ahol te részletesen ki tudod fejteni, hogy mivel keresel föl, meghallgatom, és ha úgy látom, hogy tudok segíteni, és mindketten úgy látjuk, hogy egymás emberei vagyunk, akkor pedig a végén megbeszéljük a hogyan továbbot. Király. Ez itt tökéletes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok. Bármi kérdés van a témával kapcsolatban, nyugodtan kommentben írjátok meg. És most akkor lazulunk itt egyet. Főzünk egyet. Királyság, az erdő legyen veletek. Sziasztok. Sziasztok.